Magyar zenével és magyar tánccal ünnepeltek a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából Nyíregyházán, a Hősök terén álló életfa előtt. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke azt mondta, bár újra hatalmas kihívások elé nézett a térség az elmúlt időszakban, most újra össze kell fognunk a béke érdekében. A Trianon a legnagyobb tragédiája a magyarságnak, ugye az egy ilyen buskomor dolog, és hát a múlt hibáin való berengzésre ösztönzött a törvény elfogadásaig, most egy pozitív dolog került bele, pedig az, hogy annak ellenére, hogy ilyen hatalmas veszteségeket szenvedett a magyarság akkor, megmaradt, és erős most is az összetartozásnak az érzése, amely átlendít bennünket a nehézségeken. Kálós Emin egyik lakója örökítette meg azokat a pillanatokat, amikor egy hatalmas daru segítségével leemelik a görögkatolikus templom tornyának kupoláját. A toronysisak már nem került vissza, ennek tökéletes mását alkotják meg. A templomot 1726 után építették, utoljára pedig 56 éve újították fel. A jelenlegi templomunk ebben az esztendőben lesz 125 esztendős, innen is aktuális a templom felújítása. A templom felújítása két projekt keretében történik majd meg. Egyrészt az önkormányzat kezelésében lévő úgynevezett rohú pályázat a templom külső felújítását. Ez ajtók, ablakok cseréjét jelenti, tetőszerkezet, új toronysisak, külső homlokzatnak a megújítása, illetve egy topos pályázat, turisztikai látványosság növelő beruházás keretében pedig a templom belső felújítása folytatódna, amely 2010-ben már elkezdődött. A mennyezeti szekóknak a restaurálása, díszítő ornamentika és oldalfalaknak a festése, az ólomüveg ablakoknak a restaurálása, egy interaktív bemutatótér és 20 kerékpár elhelyezésére alkalmas fedett kerékpártároló kerül majd megépítésre. Vadonatúj a burkolat a Tiszalöki Ady Endre utca nagyjából 600 méteres szakaszán. Nem csak ez, hanem másik 9 belterületi utat is korszerűsítettek a városban. A fejlesztéseket az önkormányzat egyedi kormányzati támogatásból valósította meg. Konkrétan csak az útra minden tervezés és minden más levéve 84 millió forint állt rendelkezésünkre. 10 utcát tudtunk ezzel, utcának az útjait tudtuk felújítani, illetve utcarészleteket, kisebb zsákutcákat, olyan városrészben is építettünk most aszfaltutat, ahol eddig legfeljebb mataszfaltos felület volt, és nyilvánvaló, hogy ezzel nem végeztünk, hiszen tizen sok évvel ezelőtt, amikor elkezdtünk felújítani utakat, azokra már vissza kell mennünk, tehát ez egy ördögi körforgás, de még amúgy nem is jártunk el a végére. Folyamatosan dolgozott júniusban a markológép a Túrfolyó kanyarulatánál Tiszakórót határában. A Tisza túrtározó leeresztő műtárgya épült, amely egy komplex árvízvédelmi rendszer része a felső Tiszán. A rendszer különlegessége, hogy nem csak a keletkező árvíz tömegét tudja kezelni, hanem aszály idején is tud segíteni. Ez a tározó terület egy 16 négyzetkilométeren elhúzódó területrész, amely a Tisza árapasztására fog szolgálni. 5 települést érint, tehát Tiszabecs, Tiszakóród, Tiszacsécse, Milotai és Sonkád települések közigazgatási területeit. Ebből megépült Tiszabecs, Milota között egy beeresztő műtárgy, amely közel 1000 köbméter per másodperces beeresztő kapacitással valósult meg, illetve a másik legnagyobb műtárgya meg a jelent építési terület, ahol 50 köbméter per szekundum a vízáteresztési kapacitás. A Máté Szalkai Képes Géza Általános Iskola pedagógusai Borbás Marcsi Prima Primissima díjas szerkesztőnek mutatják, hogy miért hozták létre a gyerekekkel közösen ezt a kertet. A szakértelemmel kialakított ágyások egy része fóliasátorban van. A gyümölcsök, zöldségek mellett gyógy- és fűszernövények is helyet kaptak. A konyha és a kert elválaszthatatlan egység. Tehát ez nagyon fontos, hogy a lányok is muszáj, hogy a kertben dolgozzanak, hogy ezt visszatanulják, mert az a nőiség, a kertben való tevékenység. Persze nehéz fizikai munkákkal, a férfi is kell.
de ezt muszáj megtanulni, és ma már nem választanám külön, az apukám is nagyon jól főzött, tehát az előző generációnál is megvolt ez, tehát ez már nem választható külön a mai világ, majd ki hova való, mind a kettőt meg kell a fiúknak és lányoknak is tanulni. Nagyon sok mindenre megtanít, a kert az alázatra, kicsinségünkre tanít meg, hogy mennyire picik vagyunk ebben a világban, megtanul bízni, megtanul remélni, és hát megtanul dolgozni. Ez az egyik része annak a 427 hektáros területnek, amellyel Nyíregyháza önkormányzata kibővítette a Debreceni úti déli ipari parkot. Itt hozza létre a dél-koreai W-Scope első európai üzemét. A vállalat elektromos autók akkumulátorához szükséges eszközöket gyárt majd. A megállapodás Budapesten a külgazdasági és külügyminisztériumban jelentették be június 20-án. Sok országot megvizsgáltunk abban a tekintetben, hogy hol érdemes beruháznunk. Hamar meggyőződtünk arról, hogy Magyarország infrastruktúrális és gazdasági környezete a legjobb választás számunkra. Kapacitásunk rekordot jelentő, évi 1,2 milliárd négyzetméternyi innovatív szeparátorfilm legyártását teszi lehetővé. 2023-tól szeretnénk biztos beszállítói lenni partnereinknek. A Rétközi tó, vagy ahogy a helyiek ismerik, a Szabolcs-Veres-Marti víztározó, a térség legjelentősebb vizes élőhelye. A mintegy 400 hektáros vízfelület néhány éve szinte teljesen kiszáradt, majd kormányzati segítséggel újult meg. Ilyen vízi játszótér várta nyáron a strandolókat Magyarország 5. legnagyobb egybefüggő vízterületén. A környező települések polgármesterei sajtótájékoztatón mondták el, hogy egy régóta dédelgetett álma vált valóra a térségben élőknek. Az volt az álmunk elsősorban, hogy próbáljuk a társadalmi igényeket kielégíteni. Mire is van szükség? Először ugye arra volt szükség, hogy próbáljuk ezt a tavat újraéleszteni, hogy legyen víz. Ha már van víz, akkor éreztük, hogy fognak ide szeretni jönni az emberek, tehát akarnak majd ide érkezni, akkor legyen szálláshelyünk, és ugye azt gondolom, hogy az is egy egyedülálló szálláshely lett a Bucka erdeiskola, az is egy csodálatos környezet, megvalósult ez is. Aztán a következő, hogy legyenek vízisportok, éppen átadásra vár a csónakházunk, néhány héten belül ugye az utánpótlás képzés elindulhat a Rétközi tavon. Ez is egy nagy kajakkerű utánpótlás központ, megépült, elindulhat. Aztán az első gondolatunk ugye az volt, hogy ha már van víz, akkor legyen strand is, és most érkeztünk el ide. Javában dolgoztak az új fehérgyarmati görögkatolikus bölcsőde épületénél júniusban. Így fog kinézni az új intézmény. Az épület ünnepélyes alapkőletételére június végén került sor. A négy csoportos bölcsőde 48 gyermeknek és családjaiknak biztosít majd lehetőséget a gyermekek elhelyezésére, valamint 13-15 munkavállalónak nyújt megélhetést. Ha egy gyermekben azokat az elveket, azt a szeretetet és azt a elhatározottságot és azt a kitartást tudjuk felépíteni, ami alapján jöhet bármilyen vihar az életében, tud ragaszkodni azokhoz a dolgokhoz, amit ő hittel és becsülettel képviselni tud, akkor az azt jelenti, hogy a világban bármi történik, bármi esemény, őt ebből kimozdítani nem tudja, és ő a későbbiekben kősziklaként fogja a saját elveit képviselni, és vélhetően a saját elveit fogja továbbadni majd az ő gyermekének. Közel 600 millió forintos, 100%-ban támogatott pályázati forrásból épül meg a fehérgyarmati intézmény.